Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. 250 éves a tolnai római katolikus templom, 91 éves korában még mindig hódol szenvedélyének Laszlovszky Imre. 250 éves a tolnai római katolikus templom. A jubileum alkalmából augusztus 12-én tart megemlékezést az egyházközség. Ravasz Csaba helyi plébános a kalocsai érseket, Bábel Balást hívta meg az ünnepi szent mise megtartására. Különleges évfordulóhoz érkezett Tolna városa. A helyi nagyboldogasszony római katolikus templom ugyanis 250 éves az idén. Link Judit helytörténész azt mondja, viszonylag újnak mondható az épület. Ahhoz képest, hogy ugye 1035-ben, amikor Tolnát megalapították és a vármegye székhelye lett, akkor már volt itt templom. Nem ezen a helyen, teljesen más helyen volt, később szép nagy templom lett, de ez a török korban, illetve a török kor után megsemmisült. Az 1700-as évek elején megkezdődtek a sváb betelepítések, Tolna akkori földesurai, a Wallis grófok elkezdtek betelepíteni Tolnára sváb telepeseket, és a növekvő számuk indokolta egy templom meglétét, ami akkor nem volt. Sajnos egy időben a plébánián tartották az istentiszteleteket, de hát a növekvő lakosság az igényelte a templomot. 1728-ban Kapuvári Márton lett a plébános, és ő elkezdte egy templom építéséhez összegyűjteni a pénzt, meg is kezdték a templomot építeni. Mikorra ő elkerült, addigra már válmagasságig értek a falak, ő Pécsre került iskolaigazgatónak, és 1742-ben már tudtak misézni abban a templomban. Azért mondom, hogy abban a templomban, ugyanis ez 1765-ben ez a kapuvári féle templom leégett, úrnapján égett le, érdekes módon, és hát utána ismét templomépítésre fókuszáltak, de ez sajnos csak 1770-es évek elején lehetett realizálni, ugyanis a Festetics grófok kapták meg akkor ezt az uradalmat, és Festetics Pál igen-igen eladósodott, tehát nem tudta finanszírozni a templomot, közadakozásból pedig nem tudott az új templom felépülni. Ezért Festetics Pál bérbe adta az akkori kalocsai érseknek, Batthyán Józsefnek az egész uradalmat 13 évre. Annak fejében, hogy épített a kalocsai érsek egy templomot ide. Ez a most látható templom, barokk stílusú templom, 1773-ra épült fel, igen-igen fura körülmények között. Ugyanis Batthyány József érsek ide küldte Demkovics József nevezetű intézőjét, aki pontosan tudta, hogy honnan lehet pénzt szerezni. És nem a templom építésbe kezdett bele, hanem elsőként megépítette a tolnai sörházat, ami nagyon felháborodtak a tolnai lakosok, viszont Demkovics úr tudta, hogy miből lehet pénzt csinálni. Olyannyira, hogy a befolyt jövedelmekből és egyéb adományokból 3 év alatt felépült ez a templom. Fel is szerelték, a kalocsai érsek vállalta, hogy felszerelik egy tárgyakkal, 4 oldal
oltárja, mellékoltárja is épült. A templomot Regina Czőlinek szentelték, tehát a mennybe felvett királynőnek, nagy boldogasszony templom lett. Az elmúlt 250 év alatt 13 plébánosa volt már a templomnak, jelenleg a 14. Ravasz Csaba. Az évforduló kapcsán pedig szent misével és búcsúval készülnek, mondja az atya. Évről évre visszatérő templom búcsunkra készülünk valóban. Ez augusztus 15-én, most hétköznapra eső módon. Teológia így fogalmaz, hogy ekkor Mária, Jézus édesanyja elszendergett, és aztán testében, lelkében a mennyországba vétetett. Szépen fogalmaz így a teológia, mint ember meghal Mária is, de a Szentföldön sehol nem találni Mária sírhelyét, mert hogy testében, lelkében a mennyországba vétetett. Mi most pár nappal előbb fogjuk ezt ünnepelni, a templom búcsút. Annak idején kalocsai érsek atya gróf Batthyány József építette, finanszírozásában ő vállalt jelentős részt, és ennek apropóján sikerült a mostani kalocsai érsek atyát meghívni erre a 250. jubileumi évünkre. Úgyhogy őt várjuk, és beleünneplünk. Ravasz Csaba úgy fogalmazott, hogy amikor egy templomot építenek egy-egy településen, nem csak falakat húznak fel, nem csak szobrokat és szentképeket tesznek a falakra, hanem mindig valamilyen titulusra szentelnek föl egy templomot, ami egy védőszentnek a titulusa. Ez lehet az Istennek egy misztériuma, mondjuk Jézus szíve, vagy Jézus mennybe menetele, vagy Szent Háromság ünnepe. Itt a környékben pont ilyen templomok is vannak. Vagy éppensége valamelyik szentnek a tiszteletére titulált templom. És nyilván a szentek is közel állnak az Istenhez, ezért szentek. Így kérjük az ő közbenjárásukat. Egy hasonlattal élve, ez olyan, mint amikor valaki gyerek, ha éppen örül, vagy éppen megijed és sírni kezd, és oda van, mind a két esetben azért a szüleihez oda fordul. Egyrészt az örömét, hogy megoszta, másrészt pedig, hogy ha bánat éri, akkor beléjük kapaszkodva, úgy tudjon megnyugodni. Az ember mindig keresi a nálánál nagyobbat. Azt a valakit, akinek a segítségére, közbenjárására joggal hagyatkozhatunk, és talán felnőtt korban is így vagyunk, vagy ha sportnyelven szólva élhetek, egy ilyen hasonlat is eszembe jut. Vannak, amikor ilyen sztár sportolókat szerződtet egy csapat. Ott van a jó képességű sportolók, de hogy van egy-két sztár is éppenséggel, akik talán még nagyobb tisztelettel örvendeznek, meg profi módon tudnak helytállni. A szentekre is így módon emlékezünk, akik emberek, olyanok, mint mi, mondja a plébános. Meghaltak, Istennél vannak, és mivel a szeretet bajnokai, ezért
valamit az illetettek az asztalra, tiszteletünket is kivívták meg, meg azt is, hogy hozzájuk menjünk. Kérjük az ő segítségüket, közbenjárásukat. Tolnai elődök nem akárkit találtak meg, azt gondolom, Máriát, Jézus édesanyját, és az ő tiszteletére épült ez a Mária templomunk, Nagy Boldogasszony templomunk. Hadd mondjam azt tehát, hogy a búcsú ünneplésében van ez a vertikum, hogy Istennel is keressük a kapcsolatot, találkozást, így ünneplünk, de van egy horizontális vonal is. Régi ember ezt jobban tudta, búcsúkor mindig hazajöttek az elszármazottak. Tehát gyerekek, unokák, együtt volt a család, kerek volt a család, eljöttünk az ünnepi misére, és utána tovább folytattuk otthon is az ünnepet, az együttlétet. Ez a két dimenzió, ez a vertikum és a horizontális síkok mentén mozog a búcsú igazából. Én bízok benne, hogy idén is azért lesznek hazatérő elszármazottaink is, itt augusztus közepénél, és így tudunk ünnepelni. Ravasz Csaba elmondta azt is, hogy elkészült a restaurálás a templomban. A munkálatok során megújult a szószék, a keresztelőkút és a fali kereszt, illetve a négy mellékoltár. A tervek szerint mindezt augusztus 12-én fogja megáldani a kalocsai érsekatya. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szendrési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. 91 éves korában még mindig hódol szenvedélyének Laszlovszky Imre.
A többek között kaktuszairól ismert tolnamözsi lakos egyébként hosszú évekig volt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tagja, és a szakmai szervezet munkájában is aktívan részt vett, magelosztó volt. Ezeket itt bán vannak tavasztól, őszig, és akkor beviszem őket a folyosóra, mert ezt fűteni nem akarom. Pláne most, hogy már ilyen kevesebben, mert valamikor ez a két polc itt lenne, ezek polcok tele volt mind. A tolnai és mözsi lakosok többségének biztosan nem kell bemutatni Laszlovszky Imrét. A hamarosan 92 éves helyi férfi nagyjából a 60-as évek óta foglalkozik kaktuszokkal. Bár a növények nagy részét már leépítette, csökkentette, azért így is akad néhány darab az otthonában. 6-700 vagy még több is volt. Akkor tájban még vetettem is sokat. És amikor nyugdíjba mentem, akkor piacra vittem őket, mert akkor is mások volt. Kis helyen elférnek, lassan nőnek, tehát nem növik olyan hamar sem a lakás, sem a kertet, mint mondjuk egy filodendron, amely majdnem 4-szeres leveleket hoz. És szépen, szépek a virágjai, változatos. Imre egyébként hosszú évekig volt a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tagja, és a szakmai szervezet munkájában is aktívan részt vett, többek között magelosztó volt. Részben a tagok, akiknek sok tehát sok kaktuszuk volt és nagy volt a termés, azok ingyen felajánlották az Egyesületnek, azok ide elküldték hozzám, ezen kívül még az Egyesület is hát ilyen kuránsabb kaktusz magukat vett valahol, és akkor ez télen ki lett hirdetve, hogy milyen kaktusz magfélék vannak, és miket lehet rendelni, de itt voltak nálam, és akkor ki lett csomagolva. Kb. 20-25 szemmag volt egy csomagba, és akkor ezt intéztem. Nagyon sokféle van, meg se támlálhatnám, nem is tudom, több ezerféle is van. Kétfelé lehetne választani a kaktuszok, amelyik amerikai kontinensen vannak, meg a posgások, amelyik inkább Afrika vagy déli részen. Kezdjük ott, hogy tavasszal ki lesznek hozva, mondjuk ha valaki lakásba tartja, ha üvegházba, akkor keveset fűti. És ősz felé, vagy október vége felé, akkor meg kell szüntetni az öntözést. És akkor a tavaszig, tehát adhatjuk, hogy március, április elejéig nem kapnak egy csöbb vizet se, de viszont a meleg lakás se szeretik, tehát van 10-15 fok körüli hőmérsékletet víz nélkül. Mert ha abban az időben viszonylag melegebb helyen van, és ott öntözik, akkor úgy jár, mint régebben a patikákban lehetett látni kaktuszokat, ami olyan jó csúcsos volt, tehát elveszíti az ő rá jellemző alakját. Van amelyik 40 évet is, mint például itt ez a agávi, ez körülbelül 40 éve vetettem, és most virágzott először és utoljára, mert utána tönkre is megy, látni van a tövén a levelek már lesárkulnak, és van amelyik már 2-3 éves korában kezd virágozni.
Ezek ilyen oszló kaktuszok, ezek is, hát ilyen érdekesek. Valamikor, amikor először hozták Európába őket, Amerikából, akkor azt mondták, hogy ráragasztotta a kecskeszőröket, mert hát kicsit némelyik hasonlít hozzá. Lassan növőek, ezek is már olyan, hát nem is tudom, 20 év körüliek biztos vannak. Laszlóvszky Imre Mözsi kertjében kivirágzott egy agavé, ezzel a növénnyel 40 éves korában történik meg ez a különleges esemény először és utoljára. A virágzás után ugyanis elpusztul, a 4 évtizede magról ültetett kaktusz áprilistól kezdve 3 hónap alatt 2 méteresen nőtt, aminek a végén láncsahegyszerű formában napról napra apró szirmok nyílnak és hervadnak. Hamarosan véget ér a folyamat, ezzel pedig a Mexikóban őshonos növény is elpusztul. Hát a kedvenc. Hát asztrofirtumok, magyarul többfejen papsapkának nevezik, mert arra hasonlító alakja van, meg a turbini karpuszfélék, mert ez mind a kettő olyan, hogy egész évben virágzik. Tehát nem azt mondom, hogy minden, de olyan 3-4 hetente, havonta hoz virágot. Tehát az elsőt elkezdi már mondjuk májusban, és az utolsó lehet, hogy még valamikor szeptemberben lesz. Ugyanúgy itt az üvegház előtt azon az asztalon kint, amik vannak, azok is fagyállóak. Nyáron ott kint vannak, télen itt az üvegházban van. Szabadban is kibírnák, de olyan helyen, ahol egy kicsit dombos ágyást csinálnak neki, és alul sok kőtörmelék egyéb van, hogy télen a víz az ne álljon meg a gyökereknél. Azt szoktam mondani, az a kaktusz, amik minden parasztháznál is van, a gömbkaktusz, könnyen lehet nevelni, sarjadik is, lehet csereberélni, tehát nem muszáj pont magról vetni őket. Az egyik szép a virágja is, igaz, hogy este kinyílik másnap délelőttre, hogyha napos helyen van, akkor már elhervad. Gondos ápolás, tehát nem szabad túlöntözni se, mert nem szeret, ugye a hazájába is, ritkán esik az eső. Régebben volt egy illető, azt úgy olvastam én is, hogy ezt a gömbkaktuszfélét árnyékos helyre, vagy félig napos helyre betette, és egy éven keresztül egy csöpp vizet nem adott neki, és kevés százalékkal lett kevesebb a súlya, mint egy évvel előtte. Tehát nem szabad túlöntözni őket, mert akkor berohadnak. Öntözni is, hát én úgy szoktam, hogy egyszer alaposan be lesz öntözve, hogy a gyökere is, tehát a cserép alján is eljusson a víz, és utána száradjon ki egyszer a gyökérzés, tehát kapjon levegőhöz is a gyökérzet. Laszlóvszky Imre a helyi közélet ismert alakja, múltkutató, helytörténeti könyvek szerzője, munkásságáért megkapta többek között a Tolna város németségért kitüntetést. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!